A hiedelem szerint a nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából, és amikor először megszólalnak, az asszonyok körbe söprik a ház falát, hogy távol tartsák a kígyókat, békákat. Nagyszombat éjjel feltámadási liturgiához kötődött a tűzszentölés, ezt követte a határkerülés, tavaszi vetést, a falu határát járták körül. A határjeleket megújították, megtisztították a vízvelő helyeket, kutakat, forrásokat. A nagybőjt húsvét időszakában a tűz és a víz kiemelt szerepet kapott. A vizet megszentelik, és úgy tartják, hogy akit ebben az első vízben megkeresztelnek, az a gyerek egész életében ebből az első tűzből nyújtották meg a gyertyát a Szent Misén, a feltámadási misén. Ezt a tüzet az előző évi szentelt barkából csiholták, és abból a nagy gyertyából pedig a misén az emberek is meggyújtják a saját gyertyáikat, és úgy így megvan szentelve a gyertyájuk. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt is, és kezdetét veszi a húsvéti ételek készítése. Sonkát elkészítem. Akkor ácsot szokták a sonkával szombaton este enni, de ez is teljesen zsír nélkül van, olaj, meg mit tudom én, ami vele, és akkor a sonkát akkor szokták már nagyon régóta fölkezdeni.